Elkezdődött az őszi gomba szezon. A közelmúltban lehullott nagy mennyiségű csapadéknak és a kellemes kora őszi időjárásnak köszönhetően egyes helyeken gombadömping van az erdőkben. Nagykanizsa környékén jelenleg bőséggel lehet találni galambgombákat, őzláb és rókagombát, valamint vargányát is. A törvény szerint azonban kizárólag saját célra szabad engedély nélkül gombát szedni az állami erdőkben, a mennyisége pedig naponta maximum 2 kg lehet személyenként. Emellett a jelenlegi szarvasbőgési szezon miatt figyelembe kell venni a vadászati időszakot, vagyis ebben a hónapban délután 16 és reggel 8 óra között nem ajánlott az erdőket látogatni. Az év elején, tehát májustól indul, ugye már a pünkös divaglány, akkor jön ki, ha kijön, hát az idén elfelejtett kijönni, akkor alig voltunk. 2-3 ember, de szinte, hogy keresni kellett, hogy valaki valamíg rajtam kívül. Most ugye hírá ment annak, hogy beindult a gomba, most a autók állnak ott az erdő mellett. Lehet látni, hogy jönnek és jönnek ide, akiket soha nem láttunk. Szóval érdekes dolog, hogy megy a hír, és akkor sokáig még valaki szereti gombát, hála Isten, meg szeret az erdőbe csatangulni. Ez nem csak egy kapcsolódás, ez egy egészséges dolog is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy én is kimegyek, és akkor érzem, hogy a tüdőm is tágul, sokkal jobb a közérzetem, öröm kiállni.